A Gyáli Fegy Polgárőr Egyesület minden héten szolgálatszervező gyűlést tart. A héten megtartott összejövetelük két okból is rendkívülinek számított. A kormányhivatal jóvoltából egy nagy teljesítményű, speciális szivattyút vehettek át Babák László Mátyás járási hivatal vezetőtől. A másik jó hír pedig, hogy már csak egy karnyújtásnyira vannak a Steiner típusú tűzoltó autónak a rendszerbe állításától, amit két év alatt sikerült felújítani vállalkozók és magánszemélyek jóvoltából. Büszkén elmondhatom, hogy az autó, ami mögöttem áll, az most már csak egy karnyújtásnyira van attól, hogy mindennapok vonulós autója legyen. Már csak a felszerelés kell felraknunk rá, ahhoz kell még egy némi mennyiségű felszerelést gyűjtenünk, meg hát végül is meg kell oldanunk azt, hogy biztonságos helyen tudjuk tárolni, mert a jelenlegi garázsnak a magassága nem engedi meg azt, hogy be tudjunk tolatni, mert 20 centi hiányzik hozzá, tehát egy átépítés szükséges, megoldást kell rá találnunk minden téren. Ez a szolgálta autó mennyire fogja megkönnyíteni a fegy munkáját? Nagy mértékben megkönnyíti, mivel ez egy 4000 liter víztartállyal rendelkezik ez az autó, és köztudott, hogy nem minden esetben áll rendelkezés az a tűzivízoltásra elengedő vízmennyiség, ami egy adott tűz kialakulásán azonnal kell. És a fővárosi egységek lehet, hogy egy kicsit késve érkeznek ki, így az 1000 literes fecskendőnek egy háttértámogatást tud nyújtani, ez a 4000 liter, ami ezen a fecskendős autó megtalálható. Az esetek 90%-ában talán büszkén mondhatom, hogy a riasztást követően első körön tudunk kiérkezni az adott helyszínre, és ott megkezdjük a beavatkozást. Ennek köszönhetően megpróbáljuk megfékezni a tűz tovább terjedését, vagy adott esetben megmenteni az abban szorult személyeket. Ez egy különleges alkalom, hogy végre a, most mint járási mentőcsoport szólítom meg a kis csapatot, akik hát az itteni önkéntes tűzoltók, a polgárok, gyakorlatilag ő belük tevődik össze, és végre bejutottunk odáig, hogy a járás egy kis adománnyal tud kedveskedni karácsony közelettével a kis csapatnak, és hát mit lehetne adni, mint az, hogy valami felszerelést, hát elsősorban erre gondolunk, és én bízom abban, hogy a következő karácsonyok is már így fognak eltenni, minden évben tudunk egy kis valamit mindig hozzátenni, és hát ez mint első ajándék, hát ezt tudtuk megbeszélni, hogy erre volt egy kis keretünk. Ugye elmúlt évben volt egy gyakorlat, és arra gondoltunk, hogy most nem gyakorlat, hanem egy hasznosabb eszközt próbálunk vásárolni, és ez sikerült megvenni ezt a 1100 liter per perc teljesítményű kis Honda kis szivattyút, ami arra mindenképpen jó lesz, hogyha hirtelen valami olyan esemény van, akkor akár egy platóra is fel lehet dobni, nem kell a fecskendővel kiállni, és akkor lehet vele dolgozni. A Gyáli Járási Hivatal Helyi Védelmi Bizottság költségvetéséből egy Honda szivattyút adományozunk a járási mentőcsoport számára. Azért van erre szükség erre a szivattyúra, mert sok esetben előfordult már, hogy nagy mennyiségű eső árasztott el a várost vagy a környező településeket, és alkalmas ez a szivattyú arra, hogy nagyon gyorsan 1000 liter per perc teljesítménnyel kiszívja az elöntött pincékből, garázsokból a vizet. Ezzel segíteni tudunk azoknak, akiket bajért, és a tűzoltóknak is egy olyan felszerelést tudtunk adományozni az önkéntes tűzoltóknak, amivel növelték a készségüket arra, hogy be tudjanak avatkozni veszélyhelyzetek alkalmával. A Helyi Védelmi Bizottság költségvetése növekedésével döntöttünk itt a járási mentőcsoport vezetésével, hogy ezt a szivattyút vásároljuk meg. Jövőre is, amennyiben lesz költségvetésünk rá, már pedig szeretnénk, hogy legyen, valószínűleg lesz is, akkor egy aggregátort szeretnénk vásárolni, hiszen ez is szükséges arra, abban az esetben, amikor olyan áramszünetek vannak, amit másképp nem lehet áthidalni, mint aggregátorok bevetésével. Aggregátorból soha nem elég szinte. Egy kicsit fehér folt gyál járás, hiszen a legközelebbi tűzoltóságról is a hivatásos tűzoltók 15-20 percen belül tudnak csak ideérni, a legoptimálisabb esetben is. Ezért itt helyben célszerű olyan önkéntes tűzoltó csoportokat fenntartani, akik gyorsan 5-10 percen belül be tudnak avatkozni, hiszen a időtényező ilyenkor nagyon sokat számít.